Jó reggelt kívánok, ez a Híradó 8 órakor, Székely Áron vagyok. A viharos hétvége után visszatért a hőség az országba. Ma nyugaton már jön némi enyhülés, de keleten akár 40 fok is lehet. A délkeleti megyékben 36-37 fokot is mértek kedden, de nyugaton is bőven 30 fok fölött volt a hőmérséklet. Még július közepe sincs, de már harmadszor adtak ki hőségriasztást az országban. A gyakori kánikula egyre jobban megviseli az időseket, a krónikus betegeket és a kisgyerekeket. Csak nem 33 ezeren kaptak koronavírus elleni oltást hétfőn Magyarországon, többségüknek már a második dózist adták be, így a teljesen védettek száma már meghaladta az 5.200.000-et. Ezzel Magyarország továbbra is a második helyen áll az uniós országok védettségi rangsorában, miután a lakosság több mint 52%-a már mindkét oltást megkapta. Ez a kormány szerint annak is köszönhető, hogy nálunk időben kezdődött el az oltási program, és 6 féle vakcinát használunk. Világszerte már több mint 187 millió fertőzöttet regisztráltak, és életét vesztette több mint 4 millió ember a járvány következtében, többen, mint amennyien Horvátországban összesen élnek. Az ausztráliai Új-Dél-Wales államban újabb 14 nappal meghosszabbították a 3 hete kihirdetett vesztegzárat, miután egyetlen nap alatt közel 100 új fertőzést regisztráltak a területen. A dél-kelet-ázsiai Malajziában egy oltóközpont több mint 200 alkalmazottja kapta el a fertőzést a hiányos biztonsági felszerelések miatt. Az oltópontot bezárták. Amíg Magyarországon bárki, aki akarja, szinte azonnal megkaphatja az oltást, Európa legtöbb országában ez nem így van. Sok helyen még csak az első dózisoknál tartanak, vagy még annál se. Főként a fiatalok beoltásával vannak elmaradva, ami azért gond, mert éppen ez a korosztály utazik, vagy megy közösségbe, így leginkább éppen közöttük terjed a vírus. Spanyolországban hétfőn léptek életbe az új szigorítások. A turista szezon kellős közepén hozott kormánydöntést az indokolta, hogy különösen a még nem beoltott fiatalok körében növekedett drasztikusan, egy hét alatt csak nem 85%-kal a fertőzöttek száma. Spanyolországban korcsoportonként halad a lakosság beoltása, így a fiatalabb korosztályok még alig jutottak vakcinákhoz. A kormány a drámai számok hatására döntött úgy, hogy megkezdi a fiatalok tömeges oltását. A madridi régióban a 16 és 25 év közöttiek kapnak vakcinát. Csak hétfőn 138 ezeren jelentkeztek, hogy végre megkaphassák az első dózist. Hollandia szerint is a bulizó fiatalok okoztak újabb hullámot, ezért szinte az összes, főleg a szórakozásra vonatkozó korlátozó intézkedést visszaállították azonnali hatállyal. Ismét bezártak a kávézók, kocsmák, éttermek, éjszakai szórakozóhelyek. A holland miniszterelnök hétfőn nyilvánosan is bocsánatot kért, amiért a növekedő esetszámok ellenére már június végén feloldotta a járványügyi korlátozásokat. Málta csütörtöktől csak azokat a turistákat engedi be, akik teljesen védettek a koronavírussal szemben. Egyedül az Európai Uniós és a brit oltási igazolványokat fogadják el. A fertőzöttek számának megugrása olyan turistákhoz köthető, akik nem voltak beoltva, de negatív teszteredménnyel felszállhattak a repülőgépre. A legtöbben közülük fiatalok, akik angol tannyelvű iskolákban tanulnak. Ezeket az oktatási intézményeket szerdától bezárják. Nagyon el van maradva a fiatalok oltásával Németország. Erről beszélt Angela Merkel, miután tárgyalt az egészségügyi miniszterrel és a német járványügyi intézet vezetőivel. A kancellár hozzátette, el akarják kerülni az újabb szigorításokat, ezért arra van szükség, hogy addig oltsanak be minél több embert, amíg a jelenlegi korlátozások érvényben vannak. Angela Merkel szerint erre az idősebbek körében van nagyobb esély. A 60 felettieknek 90%-át kellene átoltani a védettséghez. Ez nem tűnik elérhetetlennek. A körükben már most 80-84% az átoltottság. Ebben a korosztályban szerencsére nagy az oltási hajlandóság, és fel is veszik a nekik ajánlott oltásokat. A járvány ellenére sem csökkent az Európát érintő migrációs nyomás, erről Bakondi György beszélt a kormány közösségi oldalán. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kiemelte, a brüsszeli bürokrácia és egyes civil szervezetek újra és újra előveszik a kötelező betelepítési kvótákat. Bakondi György hozzátette, a kormány erről is megkérdezi az emberek véleményét az új nemzeti konzultációban. A magyar kormány továbbra sem ért egyet a kötelező szétosztás tervével.
Az egészségügy és a migráció összefüggése sem elhanyagolható, ezért egy kérdés ezzel is foglalkozik. Azt kérdezzük meg a magyar emberektől, hogy szükséges-e a járvány időszakában és a most következő két évben teljes migránsstopp bevezetése. Vegyenek részt a konzultációba, és nyilvánítsanak véleményt ezekről a kérdésekről is. A Fidesz szerint Brüsszel csak azokat az államokat tekinti jogállamnak, amelyek beengedik a migránsokat. A bevándorlást ellenző tagállamokat, így Magyarországot pedig pénzügyileg zsarolja. Deutsch Tamás, a Fidesz EP képviselője hangsúlyozta, Brüsszel ugyanazokat az antidemokratikus trükköket veti be a gyermekvédelmi törvény esetében, mint amit az illegális bevándorlók Magyarországra erőltetése érdekében alkalmazott. Hozzátette, hazánknak nem az ideológiai elvárások teljesítése, hanem a gyermekek védelme az első. Abban biztosak lehetünk, hogy a járvány után Brüsszel újra vissza fog élni a hatalmával, eljárásokat indít hazánk ellen, hogy rákényszerítse a magyarokra az akaratát. Szerintünk Magyarországnak vállalnia kell a vitákat, és határozottan ki kell állnia az érdekeiért. A nemzeti konzultációban erről is szó lesz. Töltse ki ön is a konzultációt, és üzenjük meg együtt Brüsszelnek, hogy kiállunk a magyar érdekek mellett. Kibírhatatlan a hőség a budapesti villamosok nagy részén. A régebbi típusokon ugyanis nincs klíma, csak az ablakot lehet kinyitni. A Metropol több járművön is megmérte a hőmérsékletet, volt, ahol 38 fokot mutatott a hőmérő. A főváros most azt tervezi, hogy Frankfurtban leselejtezett 30 éves klíma nélküli villamosokat vásárol. Lenne a föld alatt légkondi nélküli metróval utazni nem akármilyen kihívás. Most lemegyünk és megmérjük, hogy hány fok van ezekben az orosz metrókocsikban. A 2019-es önkormányzati választások előtt kampányolt Karácsony Gergely ezzel a videóval. Azt mutatta be, hogy mennyire elviselhetetlen a hőség nyáron a klíma nélküli metrókocsikban. És megígérte, ha ő vezeti Budapestet, akkor majd nem kell megfőnie az utasoknak. Nem ez volt az első eset, hogy a tömegközlekedésben uralkodó hőségre hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely pártja. A Párbeszéd már 2017-ben közzétett egy fotót, amelyen a párt tagjai félmeztelenül, papucsban és törölközőben ültek a metróállomáson. Karácsony Gergely lassan már két éve irányítja Budapestet, de a hármas metró szerelvényeire azóta sem szereltek klímát. De nem csak a föld alatt volt nehéz kibírni kedden, amikor Budapesten árnyékban is 35 fokot mértek. A fővárosban rengeteg ilyen előregedett Tátra és Ganz villamos jár, amelyeken nincs semmilyen hűtés. Nagyon nehéz így utazni, izzadni sok emberrel. Az utasok arra panaszkodnak, hogy nagyon megterhelő így az utazás. Érezni azért, mert nehezebben veszi az ember a levegőt is. Nyomás alatt van. Meleg van rajtuk. Most igazán ezen kívül nem nagyon lehet mit mondani. Néhány napja a Metropol meg is mérte a hőmérsékletet az utasterekben. Nyitott ablaknál a Tátra villamosokon 36 fokot, a például a Kiskörúton is közlekedő Ganz járműveken pedig még többet, 38 fokot mutatott a hőmérő. Azt írták, ezeken a villamosokon már két megálló után ömlik az emberekről a víz. Sokkal jobb viszont a helyzet a Tarlós István által beszerzett klímás kafjáratokon, azokon 27 fokot mértek. Most viszont elképzelhető, hogy ismét több tucat klíma nélküli villamos érkezik Budapestre. A Magyar Nemzet nemrég írt arról, hogy Karácsony Gergely még júniusban a rendkívüli jogrend adta lehetőségével élve egy szemében döntött arról, hogy 25-30 éves villamosokat venne a főváros. A lap szerint a frankfurti közlekedési vállalat többek között éppen azért szabadulna ezektől a szerelvényektől, mert még utólag sem lehet őket klimatizálni. Az, hogy Karácsony Gergely megveszi a használt, leselejtezett villamosokat, azért is különös, mert bár május közepéig megtehette volna, a főváros nem vett újabb, korszerű, klimatizált és már bizonyított kafjárműveket forráshiányra hivatkozva. Erről már a Világgazdaság írt korábban. A gazdasági lap számítása szerint a Karácsony Gergely által a klíma nélküli használt villamosokra jóváhagyott pénzből 11 klimatizált, 200 férőhelyes, vadonatúj, modern villamost lehetett volna venni. A Fidesz szerint a buszmutyi után itt a hajómutyi a BKV Dunai hajózási tenderénél. Wintermantel Zsolt arról beszélt, hogy a közbeszerzési eljárásnál gyanús ügyletek merültek fel. A párt ezért vizsgálatot kér a főpolgármestertől. A BKV és a főpolgármester persze tagad, ugyanazt mondja, mint egy fél évvel ezelőtt a buszmutyi ügyében, nincs itt semmi látnivaló. Mi azt kérjük a főpolgármestertől,
hogy teljes körű vizsgálatot rendeljen el az üggyel kapcsolatban, és mindaddig, amíg a minden részletre kiterjedő vizsgálat le nem zajlik, addig tiltsa meg a BKV-nek a szerződéskötést. Lássunk tisztán Budapest ügyeiben. A hadsereget is mozgósították Dél-Afrikában, ahol a napok óta tartó zavargásokban és fosztogatásokban már több mint 70-en vesztették életüket. A zavargások azután törtek ki, hogy szabadságvesztésre ítélték Jacob Zuma volt elnököt, akinek továbbra is magas a támogatottsága. Országszerte emberek ezrei vonultak utcára, ám békés tüntetés helyett az üzleteket és bevásárlóközpontokat célozták meg, mindent elvittek, ami mozdítható. Az egyik üzletben 10 ember halt meg, miután dulakodás tört ki, és többen elestek, a többiek pedig rájuk tapostak. Több mint 1200 embert vettek őrizetbe.